levél 13. versét szeretném, vagy 13. részéből szeretnénk felolvasni egy verset dicséret előtt, ami azt mondja, menjünk ki tehát őhozzá a távolon kívül, az ő gyalázatát hordozván, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Annak okáért ő általa vigyünk dicséretnek az áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallástevő ajkaknak a gyümölcsét. Itt a zsidó levél szerzője azt mondja, hogy Jézus emlékeztet bennünket, hogy Jézus a városon kívül lett megfeszítve, tehát a Golgota hegye az kívül esik Jeruzsálemen, és ezért azért, hogy azonosulni tudjunk Jézussal, sokszor ki kell mennünk, el kell távolodnunk egy a megszokott helyzettől, a megszokott várostól, és azt mondja, menjünk ki tehát őhozzá táboron kívül az ő gyalázatát hordozván. Ez sokszor azonosulás Jézus Krisztusnak a gyalázatával, de ezt mind abban, annak a tudatában kell tennünk, hogy nem a látható Jeruzsálem, nem az a látható város az, ami otthonunk, nem ez a látható környezet, ami otthonunk, ami körülvesz, amit lehet, hogy Miskolcnak hívnak, lehet, hogy máshol élsz, hanem azt mondja, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Tehát, mivel hogy a jövendőt keressük, mivel hogy ezt az eljövendő város keressük, amiről azt mondja az ige, hogy a mennyei Jeruzsálemnek hívják, ami alá fog szállni az égből, annak okáért, tehát emiatt ő általa vigyünk, vagyis Jézus Krisztus által vigyünk dicséretnek az áldozatát mindenkor Isten elé, azaz ő nevéről vallástevő ajkaknak a gyümölcsét. Most az Isten tisztelet alapja az a kezdetektől fogva az áldozat. Az Ószövetségben, amikor Istent keresték emberek, és amikor Istenhez járultak, akkor áldozatot mutattak be. Ez a legkorábbi időből, ha most visszagondolsz Ábelre és Káinra, vagy visszagondolsz utána Sétre, vagy visszagondolsz a többi pátriárkára, mindegyik az áldozaton keresztül kereste Istent. Voltak oltárok, amiket fölépített Ábrahám is, vagy Izsák is, és ezeken az oltárokon mutattak be áldozatokat, de akár Noé is az ezer év a vízözön után ezeken az oltárokon mutatott be áldozatot, és azt mondja az ige, hogy ez az Isten tiszteletnek az alapja. És ma is, hogyha Istent keressük, és Isten jelenlétét szeretnénk megragadni, az ő szavát szeretnénk megragadni, akkor az alapja ennek az Isten tiszteletnek nem lehet más, csak egy áldozat. Na most, mielőtt mindenki elkezdene gondolkodni, hogy most milyen áldozatot kellene itt bemutatni, szeretnélek megnyugtatni téged, hogy ez az áldozat be lett mutatva. És már az Ószövetségben volt egy párhuzamos vonala az véres áldozatoknak, amiket Isten kívánt. Dávid által bejött a szellemi áldozat, a dicséretnek az áldozata, amikor Dávid rájött arra, egyébként szerintem nem Dávid, hanem szerintem a Sámueltől indult a az Ószövetségben szerintem nem volt karizmatikus a proféta, mint Sámuel, és nála olvassuk azt, hogy olyan módon a tanítványai, olyan módon keresték Istent, és olyan módon léptek közösségbe Istennel, hogy különböző hangszereket használtak arra, hogy a profétaságnak a szelleme fölbuzogjon bennük, és hogy készek legyenek arra, készek tudjanak lenni arra, hogy Isten szavát tudják kimondani a szájukkal. És azt olvassuk, hogy még Saul is, aki egyébként egy eléggé kettős szívű ember volt, még ő is, amikor a katonákat leküldte, hogy elfogja Dávidot, akkor a katonák is, de majd utána ő maga is, ez alá a kenet alá, ez alá a szellemi hatalom Isten jelenléte alá került, és azt olvassuk, hogy ő is profétált a Sámuelnek a profétáival együtt. És valószínű, hogy Dávid innen kapta az inspirációt arra, hogy végül is azzá váljon, akivé olvassuk, hogy a Zsoltárok szerzőjeként meg tudta ragadni azt, és ki tudta jelenteni azt, hogy a véres áldozatoknál van egy magasabb rendű, egy sokkal inkább közelebb szívé, Isten szívéhez közelebb álló áldozat, ez pedig a dicséret. A hála áldozat, ami a szívünkből fakad föl, és hogyha ma te keresed Istent, akkor az első kérdés az, hogy milyen áldozat van a szívedben.
milyen áldozatot hozol, és milyen áldozattal tudsz Isten elé járulni. Lehet, hogy én tudok itt gitározni, lehet, hogy itt valaki tud dobolni, de a kérdés az, azon túl, hogy mi vezetünk téged ebbe a dicséretben, hogy a szívedben mi van. És teljesen, tehát nagyon fontos az, hogy azon túl, hogy önmagunkat vizsgálgatjuk, a hitünknek a célja az, hogy rátekintsük arra a tökéletes áldozatra, aki maga Jézus Krisztus volt. És hogyha még síralom völgyében is vagyunk, azt mondja az ige, hogy akárhol is vagyunk, és akármilyen állapotban is van a szívünk, hogyha rátekintünk a tökéletes áldozatra, akkor, és ezzel a hálával jön ki a szívünkből, lehet az még fájdalom is, de lehet az örömbújongás, akkor Isten előtt kedves. Azt mondja az ige, hogy a töredelmes szívet kedveli az Úr, és nem veti meg az Úr. A töredelmes és a bűnbánó szívet nem veti meg az Úr. Úgyhogy nem kell megjátszani a happy-t sem, viszont az fontos, hogy a Dávid úgy mutatta be a dicséretet, mint egy nagyon boldog dolog, mint egy nagyon-nagyon harsány dolog, és sokszor figyelmezteti a gyülekezetet, hogy a gyülekezet hangos énekszóval, hangos zengedezésekkel, harsogó kiáltásokkal járuljon Isten elé. Tehát valahogy az Úr ezt kedveli, ugyanis az Úr öröme a mi erősségünk, és ő ma is örvendez fölöttünk, sőt énekléssel örvendez, azt mondja Sofóniás könyve. Úgyhogy így járuljunk az Úr elé, és szeretnélek vezetni titeket ebben a dicséretben. De azt kívánom, és azt szeretném, hogy a szívedből az az őszinte hálaáldozat, az fakadjon föl Jézus Krisztusra nézve. És mennyi Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy adtál tökéletes áldozatot. Köszönjük te neked, Uram, hogy az egyszülött fiadat adtad, ahogy Ábrahám kész volt Izsákot odaáldozni. Hálát adunk neked, hogy találtatott számunkra is áldozat, és köszönjük neked a helyettesítő áldozatot. Hálát adunk neked, hogy a te hegyeden van a gondviselés. Köszönjük te neked, hogy te vagy ez a Jahve Jire, aki gondot viseltél rólunk azáltal, hogy az egyszülött fiadat adtad, hogyha valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És köszönjük neked, hogy ma is megragadhatjuk ezt az örök életet általa. Hálát adunk neked azért, hogy az élet közel jött hozzánk, és Jézus, te által vezettél a halálból az életbe. És köszönjük, hogy a feltámadásod által hatalmasan belettél bizonyítva arra, hogy te igazat beszéltél. És nem csak egy vagy a vallás alapító közül, hanem te vagy az élő Istennek a fia. És ma is úgy tekintünk rád, és ma is így akarunk téged dicsérni, ma is így akarunk téged fölemelni, és hálásak vagyunk azért, hogy megismerhettünk téged, ha már rész szerint van bennünk az ismeret. Köszönjük te neked, hogy ezt a rész szerint valót hálára használhatjuk föl. Hogy mindazt, amit megismerhettünk belőled, abból megtudhattuk azt, hogy te jó vagy. És minden körülmények között a javunkat akarod, és a javunkat keresed. És köszönjük te neked, hogy ma is ezzel a kijelentéssel járulhatunk te hozzád. Ma is ezzel a hálával emelhetjük föl a szavunkat. Hangosan, örömújongásokkal járulhatunk te hozzád. És köszönjük te neked, hogy nem marad zárva a menny, nem marad néma a menny, hanem te mindig válaszolsz a mi kiáltásunkra. Köszönjük te neked, hogy mindig ott vagy, hogy megválaszold azt, amire szükségünk van, és dicsérünk téged. Megfogod? Halleluja. Úgyhogy zengje ma is hála ének az Úrnak. Oh, yeah.
tisztelhetünk téged, és köszönjük, hogy kifejezhetjük feléd a mi hozzád való tartozásunkat, a mi hálánkat, hogy hallottuk az elején. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, és kifejezhetjük, és köszönjük, hogy mondhatjuk azt, hogy szükség van arra, hogy veled, velünk legyél, mi pedig veled járjunk. Köszönjük, hogy te segítesz át, köszönjük, hogy te emelsz fel, köszönjük, hogy te mutatod meg a te szabadításodat. Uram, és hiszem, hogy ezt mondhatjuk mai napon is, hogy te meg fogod mutatni a szabadításodat, meg fogod mutatni a szabadat. Ki fogod jelenteni magad, mert nem vagy néma, nem vagy erőtlen, te nem változtál meg, neked minden lehetséges. Akarjuk ezt mondani, Uram, akarjuk ezt hirdetni. És Uram, nem akarunk elfeledkezni semmi jó téteményedről. Akarjuk, Uram, ezeket felsorolni még álmainkban is. Olyanok, mint a tengernek a fövenye az, hogy jó, amit cselekedtél. Köszönjük ezt a mai napot is. Jézus Krisztus nevében. Szeretnénk még adakozni, a Biblia mondja, hogy ne legyünk feledékenyek többek között az adakozás tekintetében sem, és el ne feledkezzünk. Jó tételmérő az adakozásról, ebben is gyönyörködik az Úr. Körbeküldjük a kosarat. Ha benne van a te háládban mindaz, amivel Isten téged jól körülvesz, a része Biblia szerint a tiszteletünknek az anyagiakkal való hálaadás, bánásmód is, és nem szeretek feledékeny lenni, vagy elfelejteni dolgokat, és a Biblia mondja, hogy ezt se felejtsük el. Szeretném körbeadni a kosarat, és ha ma van hála áldozat, legyetek szívesek, akkor tegyétek bele. És Isten gyönyörködik mindabban, mivel te kifejezed felé a te ragaszkodásodat. Mivel tudod kifejezni a ragaszkodásodat? Amivel csak ki tudod. Mindabban Isten gyönyörködik, amit oda tudsz ajánlani, és amivel tudod őt szolgálni. Köszöntjük a vendégeinket, akik itt vannak Istvánnak a vezetésével, az Agapé gyülekezetek vezetőit, úgyhogy bátran, hogy tapsal lehet őket köszönteni, hogy megtiszteltek minket. Már évek óta nem maradunk ki itt Miskolcon ebből a körútból, és ez megtiszteltetés a számunkra. És ők fognak ma szolgálni közöttünk, és egyébként köszöntünk mindenkit, akik a Jákfalváról jöttetek, nem tudom, honnét jöttetek, még akik onnét, meg bárhonnét, a miskolciakat is, meg nem tudom, Beretről vannak-e most testvérek, nincsenek. Sanyi, Márca testvér. Jó, köszöntünk mindannyiatokat, és fogadjátok szeretettel a Agapé csapatnak a szolgálatát. Szerintem István bevezeted, vagy már azonnal. Oké. Sort. Miket hozol? Szeretnélek megkínálni benneteket, nagyon finom. Kajánkkal. Szeretettel köszöntelek benneteket, Kessel Zsolt vagyok Békés Csabáról. Már sokodokkal találkoztam, egy vagy két évvel ezelőtt voltunk itt a családommal. Most is nagy örömmel jöttem, és nagyon hálás vagyok, hogy Isten igéjével szolgálhatok közöttetek. Az énekek tele voltak azzal, hogy Istennél nincs jobb, és mindennél jobb nála lenni. Nagyon örülök ezeknek az üzeneteknek, mert ezt formálta bennem is az Isten, hogy bátorítsalak benneteket arra, hogy törekedjetek a fejlesztésre. Azért hoztam ide előre ezt a muffint, mert biztos vagyok benne, hogy ha a lányaim itt lennének, akkor rögtön ez lenne az első, amire lecsapnának, és azt mondanák, hogy mi szeretnénk a legjobb muffin receptet megszerezni. Nem akartam kibontani ezt a gyönyörűen becsomagolt fasértot, de nemrég jártam Erdélyben, és nagyon finom, májas ízű, nagyon puha, nagyon kellemes, lágy ízű fasértot ettem, és rögtön ott volt a szívemben az, hogy jó, de jó lenne megtanítani erre a feleségemet, vagy az anyósomat, hogy ezt meg tudják sütni. Annak idején még az édesanyám receptjét azt én vittem be az új családomba, mert sikerült őket meggyőzni, hogy édesanyám receptje a legjobb, és azóta úgy sütik anyósom is, meg a feleségem is a fasértot, ahogy én bemutattam nekik. Természetesen ebben benne volt az is, hogy elismerték, hogy nagyon finom. Nem sápad, hanem ilyen szép barna, van benne bőven paprika. Mi vidékünkön szeretik az ilyen fasértot. Miért mondtam el ezt nektek? Azért, mert
Szeretnék bizonságot tenni, hogy Isten hogyan használja a mi elégedetlenségünket, hogyha van ilyen. Ami a jó irányba visz bennünket, nem a panaszt, nem a keserűséget, nem a depressziót, hanem azt a fajta elégedetlenséget, ami a természetes jó irányt való vágyat jelenti. És nagyon örültem az énekeiteknek, hogy erről énekeltünk végig, hogy senki sincs ennyire jó, mint az Úr. A Péter első levelének második fejezetében olvassuk, hogy megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Szomjazzatok és vágyakozzatok a hamisítatlan lelki tejre. És nem csak a nők nyelvén tudok én beszélni, hanem ugye a férfiak is előttem voltak, hogy így imádkoztam, értetek hátul, ahogy énekeltetek, úgy kíváncsi lettem volna, hogy ti férfiak mit fejlesztenétek. Mondjál valamit, Sanyi. Mire gondolsz? Gyülekezetbe vagy? Amit megkaphatnál. Amit megkaphatnék. Uh-huh. Jobban lássak. Jobban lássál, te? Jobban halljak. Összeegyeztetni a vizsgámat a gyülekezettel jobban. Uh-huh. Hogyha hátul megkérdezem a fiúkat, hogy ők mit fejlesztenének, akkor lehet, hogy valaki egy jó mobilt fejlesztene, és szeretne egy jó autót, egy versenyautót, vagy felspoilerezni a motorját, vagy nem tudom én. Vagy fiatal lányok a legújabb műköröm kollekciókat, nem tudom én. Szóval mindenkiben ott van valamilyen vágya arra, hogy fejlesszen, és szeretne jobban, nem csak receptet, nem csak körmöt, nem csak autót, hanem ahogy ti is mondtátok, vannak az embernek az életében operatív célok, ahol szeretné jobban csinálni a dolgait, és vannak szellemi célok, amik meg arról szólnak, hogy szeretnénk még tökéletesebben szolgálni Istent, és még többet megragadni abból, amit Isten számunkra nyújt. És az én rövid bátorításomnak ez lenne a célja, hogy énekeltetek hegyről, énekeltetek völgyekről, és énekeltetek arról, hogy Isten mindegyikben vezet bennünket, és nem adjuk föl. Mert szeretnénk jobbat, mert megízleltünk belőle valamit, szeretnénk belőle többet, mert Isten a teljességet adta nekünk, teljesen odaadta magát az emberért, hogy az ember megtapasztaljon ő belőle mindent, amit csak lehet. Ugye az Édennel elveszítettünk valami belátást, amit Istennel és az ő királyságával kapcsolatban az ember ajándékba kapott a teremtés kapcsán, de Jézus Krisztussal visszakaptunk mindent. Amen? Amen. Tehát Jézus Krisztussal visszakaphatunk mindent, és szeretnénk is megragadni belőle mindent, mert ő tökéletesen odaáldozta magát, és elhozta nekünk Isten országát. Amen. A szívét adta, az életét adta értünk, hogy mi még jobban Amen. Megismerjük őt. Amen. Amikor Attila beszélt, hogy hol tartotok a gyülekezet, és hol szeretnétek a jövőtöket meghúzni, akkor így volt egy igevers bennem, amit sikerült ellapoznom, de rögtön megtalálom. Fejből is tudnám az egyiket, de szeretném pontosan idézni. Ez a Filippi levél 3. fejezetének a 12-18 verse, 14 verse. Ez pedig arról szól, hogy az ember miközben mérlegli, hogy mérlegre teszi, hogy hol tart. Közben Isten a szívét elkezdi mozgatni, és elkezdi a vágyat, a szent elégedetlenséget inspirálni benne, stimulálni. És én hiszem, hogy miközben keresitek a helyeteket az életben, és keresitek az életeteket a szolgálatban, Isten szellemi inspirációja tovább visz benneteket a következő szintekre és a következő lépésekre. Ez az ige, amit Isten általam küld nektek. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának,
a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Futok egyenest a cél felé. Miért? Mert megízleltem, hogy jóságos az Úr. Érzem folyamatosan. Annyira jó fasírt illat van. Érzitek a szívetekben, hogy megjelent az Úr? Betöltött az ő szellemével? Kiárat az ő szelleme? Ahogy dicsőítettük őt, ahogy imádtuk őt, ahogy megjelentünk előtte. Érzitek? Olyan jó illat van, Isten itt van. És nem azért, mert üres a hasunk, jól lakadtak bennünket kemencén, hanem azért, mert a szívünk tele van vágyal, hogy találkozzunk Istennel, betöltekezzünk az ő szellemével, és végezzük az ő szolgálatát. Kívánom ezt nektek, hogy legyetek ilyen szomjasak, éhesek Istenre, és lépjetek a következő szintre, amelyre vezet benneteket. Vezetőknek is adjon világosságot Isten. Gyülekezeti szolgálóknak is adjon Isten tüzet és lelkesedést, hogy tudjatok tovább lépni egy következő szintre, amire Isten el akar vezetni. Amen. Áldjon az Úr Jézus benneteket, Szájko Roland vagyok, Jákfalváról érkeztem, és hálát adok Istennek azért, hogy ezzel a kis csapattal járhattam így Magyarországot, nagyon sok gyülekezetet, vezetőt, dicsőítőket, és nagyon sok értékes emberét ismerhettem meg ilyen módon az Istennek, és jó tapasztalni az, hogy közöttetek jár az Úr. És én ezt szeretném megerősíteni egy igével bennetek, amit úgy kaptam Istentől. Nagyon gondolkodtam azon, hogy amit Attila mondott rólatok úgy a kis buszba, hát Uram, milyen igét lehet ide felolvasni, mi az, amit Uram, Te üzensz a Te népednek, és a szívemben nagyon megerősödött egy ige felétek, ahogy szólt a dicséret, ahogy közöttetek jár az Úr. Ez a Lukács evangélium a 4. rész és 18. fejezet. Lukács 4 és 18, így hangzik Isten igéje. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, ezért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ez az a felkent Jézus van közöttetek. Ez az a Jézus, aki tud szabadon engedni foglyokat, amikor ide jönnek. Aki tudja megnyitni a vakoknak a szemeit. Úgy láttalak benneteket, mint Istennek egy kezét, ami az ellenségnek a torkát szorongatja. Úgy láttam, hogy egy erő van nálatok, ami képes az ellenséget összeroppantani. És ez a tisztaság, ez az erő az, ami tudja ezeket úgy mozgatni a gyülekezetbe, úgy tudja mozgatni itt körülöttetek, ami nagyon erőteljes, nagyon Isten tisztaságával megegyezően tud működni. És mind ahogy tudjuk, hogy ebben a történetben is nem akarják elfogadni, amikor Jézus ezt felolvassa. Lehet, hogy vannak körülöttetek olyan, akik nem akarják ezt így elfogadni, hogy közöttetek itt jár az Úr. De itt jár az Úr. És itt van közöttetek. És ti vagytok az a kéz, ami képes szeretni, képes erősen fogni, képes megragadni Isten igéjét, képes tovább menni. És azt gondolom, hogy nálatok van az, amikor azt mondja, hogy hirdessétek az Úr kedves esztendejét. És a tisztátokon kijön az Úr kedves esztendejének a hirdetése. És Isten gyönyörködik ebbe, ahogy dicséritek az Urat, ahogy magasztaljátok, ahogy olyan jó légköre van itt az Istennek. Jártuk a gyülekezeteket, és minden más helyen, érdekes módon, más formában, más képen lehetett Isten megtapasztalni, Isten jelenlétét átélni. De közöttetek van ennek egy nagyon jó jelenléte. Az az alázat, az a tisztasága, az a kenet, amiről olvastam itt, hogy azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a foglyoknak, a szegényeknek, ezért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílására. És én hiszem, hogy ez a Jézus közöttetek jár, és tartsatok ebbe a munkába ki, és ez a felkent Jézus akar veletek tovább menni. Azt mondja Mózes egy helyen, hogy Uram, nem megyek tovább, ha te orcád nem jön. És hiszem, hogy veletek jön Jézus Krisztus orcája. És ezt ragadjátok meg, ezt fogjátok meg minden időben. És bárki bármit mondjon, ez úgy erősen volt bennem, bárki bármit mondjon, vagy mondott bármikor, vagy fog mondani, ez az a felkent Isten, aki közöttetek van. És senki el nem veheti, senki el nem viheti tőletek, mert közöttetek lakik az Úr. Amen. János, téged annyira vártak, köszöntünk. Mióta voltál?
Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Én be sem mutatkozok használni. Mikrofonjárség az úrnak. Én jobban szeretnék egy olyat, ami fixen van. Nem kell tartani. Az úton baleset történt nálam. Ugye ahol el voltunk szállásolva, ilyen tetőtéri szobába. Most nem tudom pontosan, hogy én mentem a falnak, vagy ő jött meg. De nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a szemüvegemnek az egyik szára levált. Nem is volt idáig gond. De mire ide értem, a másik is elvált. Hát én azt hiszem, hogy az úr valamit akar. Használja a szemüveg nélküli olvasást. De még most per pillanat ez nem megy. Dicsőség az Úrnak, hogy itt lehetek köztetek. Hát hosszú utat megtettünk. Mindenfajta úton voltunk. Testvér, ma az úttípustól függően autópályától, autóig, mellékúton, meg főúton. Mindenütt voltunk. Hát még előttem áll egy út, a hazafelé vezető út. De amiről szeretnék beszélni, az a Máté 7-ben van megírva, és én egy kis segítséget kérnék, hogy azt a két verset nekem valaki felolvassa. A többit már megpróbálom én kisilapítani. Máté 7. rész, azt hiszem 13-14. verse. Olvassa, de hamis úrkod. 7-13-14. Igen. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta és így szólt hozzá, ne sírj, azután odalépett és megérintette a koporsóját. Ez nem ez. Ja, ez a Lukács, bocsánat. Ez is egy jó ígéret. Új fordítás. Meg is eltört a szemüveg. Igen. Kettős vérték van nála. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kározatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Dicsőség az Úrnak. Mi megtaláltunk egy utat veletek egyetembe, és én hiszem, hogy az a keskeny út. Mikor világi ember voltam, szerettem a jó zenét, vagy mulatni is, de nem kellett hozzá ital, én szerettem énekelni. Az ital az nem volt sose erőségem. És megjegyeztem egy úgy mondom nótát, úgy hangzott, hogy két utal előtte melyikre induljak. Hát, bizonyos értelemben most már határozottan tudom, hogy jó utat választottam. Annak ellenére, hogy keskeny ez az út, a neve is azt mondja, tehát mély keskeny, mert kevesen járnak rajta. Széles út, az nagy út. Nagyon sokan mennek rajta, de egy a lényeg, mind a kettőnek a végén tudjuk azt, hogy mi vár bennünket. Tudjuk azt, hogy a széles útnak mi a háttere, hova vezet, hol lesz a vége. Tudjuk azt, hogy a keskeny út, ha kevesen vagyunk is, hova vezet, mi lesz a vége. De a kettő között egy hatalmas nagy különbség van. Én azt szoktam mondani a testvéreknek, a roma testvéreknek, hogy testvérek, nem mindegy, hogy örökké élek, vagy örökké égek. Az Urat dicsérni mindig jó. Az Úr a dicséretekbe lakozik. Dicsőség az Úrnak. Azt mondja az egyik ige rész, pontosan nem tudom, hol van még írva, de létezik. De nem tudhatok én. Pláne megjegyezni szám szerint. De az biztos, hogy az valóságos. Amikor azt mondja az Úr, hogy adtam elétekbe egy utat, melyen a bolond sem téved el. Dicsőség az Úrnak, hogy mi ismerjük ezt az utat. Erről az útról le lehet térni. Csak veszélyes dolog. Tudjátok, az ordító oroszlán szerte jár, és azt keresik itt, hogyan kapjon el. De van egy másik oroszlán út is, a Júdabeli.
ő pedig győzött. Ebből tudjuk azt, hogy ez az ordító oroszlán úgy patroghat, mint a gumilabda, de akkor se győzött. Nem is fog. Neki megvan ma a helye, az osztályrésze, ahol fog tanyázni. Dicsőség az Úrnak, hogy nálunk is egyre fejlődünk olyan értelemben, hogy szám szerint növekedés van. Dicsőség az Úrnak apa is, hogy segít nekünk, hogy beindítottunk Szlovákiába egy, hát nevezük úgy gyülekezetnek. Hát még most kezdeti stádiumban van, de én hiszem, hogy ahogy átjárok, minden szombaton egyre többen vannak. 5, 9, 13, utoljára ma 21-en voltunk. Alakulunk, alakulunk. De én hiszem azt, hogy az Úr fogja ezt támogatni. Imádkozunk, bőjtölünk érte, és arra kérlek titeket is, hogy imába segítsetek be. Tehát a keskeny úton, arra figyelni kell, hogy az a keskeny út azért nem rózsás. Annak, hogy ösvény, azért tele van különböző akadályokkal, völgyekkel, hegyekkel. Ezeket a dolgokat le kell küzdeni. De egyet megtanultam, hogy az Úrral minden akadály legyőzhető. Az Úrral még a kőfalon át is át lehet jutni. Nincs az akadály, hogy ővel együtt lenne győznénk. Nagyon sokan mondják a testvérek közül nálunk otthon, míg rá nem vezetem őket, hogy akkor nincs semmi gond, ha az Úr van, csak akkor van gond, mikor elhagy bennünket. Mondtam nekik, hogy te sok, nem így működik a dolog, mert azt mondja az Úr, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig minden napon. Az a gond, mondom bennetek, hogy nem az Úr hagy el, hanem ti távolodtak el tőle. És ezt mondom, nem mindegy. Ez nagy különbség. Én hiszem azt, hogy mire kell, akkor arra megtanulják azt a dolgot, és elkészülnek, hogy mindvégig megmaradjanak ezen a keskeny úton, de kezdet-kezdetén még ez elég nehéz. Még azért a kacsingatások megtörténnek, jobbra is, meg balra is. És ez veszélyes játék ezen a téren. De apa már örülök neki, hogy mikor az egyik testő odaszalad, Jani bácsi, mondom, mondjad, már nem szipódok. Igaz, hogy én nem is tudtam, hogy szipódok. Másik alkalommal jön egy másik, azt mondja, én már nem lopok. Haladás. Én hiszem azt, hogy egyszerű gyerekek, de egy biztos, hogy amint figyelem is és látom is a fejlődésüket, arra törekeznek, hogy minél jobban elsajátítsák az Úrnak a munkáját. Minél jobban megragadják azokat a dolgokat, ami az örök életnek a feltétele, ami szükséges ahhoz, hogy az Úrnak a közelségével, hogy az Úr bennünk lakozza, megmaradjon. Mert volt nálunk olyan testvér is már, aki nekem azt mondta, hogy Biblia, az egyik itt van a kis ujjamban. Mondom, bátor gyerek vagy. Mondom, mégis látszik, hogy a kis ujjamban. Mi nekünk a szívünk. Én nálam ez a fontos, hogy a szívben legyen, nem pedig a kis ujjamban. Arra én sokra nem megyek. És próbálom az én magam módján, ahogy az Úr is vezet ezzel a dolgokkal, hogy megtanítsam a testvérekkel, hogy az Úrnak a közelsége, az Úrban való lakozás, ez egy olyan fontos téma, mint egy harapás kenyér. És az Úr, mondom nekik, hogy higgyétek el, hogy ha ti is hülyek vagytok hozzá, ő is hű, ti hozzátok. De dicsőség az is az Úrnak, hogy dolgoznak, gyülekezetbe járnak, és próbálják azt a módszert elhagyni, ami
nem kívánatos, se emberek, se az Úr előtt. És az Úr, hiszem azt abba, különösen az ragadott meg, hogy van egy tesó, aki elég, szóval hátrányos helyzetű, és több család egy házban, van két szoba, egy konyha, és akkor van három vagy négy család. Hogy eljutott ma odáig, hogy eljutott az önkormányzathoz, és kért egy lakása részére. Imádkoztunk, meg imádkozunk, hogy történjen meg. És azt mondták neki, rendben van, nincs gond, fogja kértesíteni, mikor a lakás megkapja, és megmondja, hogy hol. Tehát Isten ma is dolgozik, nem csak ezelőtt, száz évvel, vagy akármikor is, hanem az Úr, máma is Úr, és ő az is marad. Amen. Köszönöm. Amen. Szervusztok! Sisa Attila vagyok, aki még nem ismer. Jászberényi Agapriból jöttem, és már én jártam nálatok. Többször is. Bólogattok. Mondta Attila, hogy mondta, hogy jövök. Mondtam, hogy hajjaj. És egy olyan dolgot szeretnék nektek mondani, ami kicsit hosszabb, mint amennyi időm van. Tehát ez a sorról szeretnék egy pár szót szólni. Mi jut eszedbe a sorról? Jó reggel, gyülekezet, itt vagytok? Havó, én itt kiabálok, kérdeztem valamit. Mi jut eszedbe a sorról? Ízesítő. Ízesítő? Víz. Víz. Ez nekem nem jutott eszembe, tetszik neked, ez jutott eszedbe. Fonza a vizet, úgy jó. Fonza a vizet. Jó. A Bibliában van egy dolog, amire én úgy rádöbbentem, de tanultársaimnál azért ez nem volt akkora érdekesség, hogy van ilyen, hogy sószövetség. Ezt te hallottad már? Te is tanult vagy, jó van. Okay. Tehát azoknak mondom, akik esetleg ezt még nem tudták, hogy létezik ilyen a Bibliában, Ószövetségről hallottam, Újszövetségről hallottam. Ez a sószövetség, azt hittem, hogy ezt én találtam ki, mert ezt én így, már egyszer-kétszer így használtam, hogy sószövetség. Aztán, hogy a Bibliát vizsgáltam, van egy ilyen igen. Hogyha lapozol egyet, akkor ez a 4 Mózes 18-19-ben mindent felemelt áldozatot a szent dolgokból, amelyeket Izrael fia az örökkévalónak áldoznak, néked adtam örökkévaló rendelés szerint, és a te fiaidnak és a te lányaidnak, akik velem vannak, örökkévaló só szövetség, ez az örökkévaló előtt, néked és a te magodnak. Lapozz, légy szíves még egy ilyet? Avagy nem kellene én néktek meggondolnotok, hogy az Úr, az Izrael istene Dávidnak adta volt a királyságot Izrael felett örökre, néki és fiainak, sónak szövetsége által. És ha lapozunk még egyet. Minden te ételáldozatot pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te istened szövetségének sója. Minden a te áldozatodhoz sót adj. És ez a sószövetség. Ez a ószövetségi Izraelben való szövetség volt, az áldozati húsra vonatkozott. Miért kellett megsózni? Ez ugye olyan, most ezt nem fogom magyarázni, mert ennyi időm nincs, de ugye, tudjátok, hogy a sót miért a húst miért sózzák meg? Tartósító, ez az, tartósítani kellett. Isten nagyon bölcs volt, tehát ez a sószövetség, ez egy nagy bölcsesség, rengeteg baktérium, meg, tehát ott Izraelben elég meleg volt, nagyon gyorsan romlott a hús, rengeteg betegség terjedt ezáltal, úgyhogy mind a mosakadási törvények, mind ez a sótörvénye Isten bölcsességének, a csodájának a dolga, hogy az Izraelben kötött egy ilyen sószövetséget. Jó, és akkor szeretnék ellépni ahhoz a részhez, amiért igazán jöttem, és szerintem, ha lépünk egyet, akkor oda is lyukodunk.
nem itt még az ítéletről beszélnék, mint sorról, de ezt most nem fogom elmondani, csak tudjátok azt, hogyha ha egy városban azt akarták, hogy ott aztán semmi ne történjen, azt beletették sóval. Lépjünk még egyet, még szerintem az is erről szól. Itt aztán ott kiégett minden, és ott nem nőtt semmi, és hasonlítja Sodom a Gomorrához. Jó, lépjünk még egyet. Na, itt kezdődik. Erről szeretnék beszélni. Egyszer a városba, Elizeusnak első csodájáról beszélünk, egyszer a városbeliek ezt mondták Elizeusnak. Uram, magad is látod, hogy Miskolc, ez egy jó lakóhely. Ugye ezt tetszene? Tehát ez jó lenne, nem ez van idejéről. Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de a vize rossz, és a földje terméketlen. És van egy fordítás, hogyha lapozol egyet, akkor látjuk, ahol azt írja, hogy a vize ártalmas, romlott vagy keserű, tehát több fordításban van, amikor van egy város, egy jó város, és ott jó lenne lakni. Csak egy baj van, hogy a folyóvíz, hát halálos. És ugye a gyereket nem szívesen engedném mondjuk oda a közelébe, hogy igyon a vízből, mert akkor az meghal. Meg én sem szívesen innék. És akkor, hát abban az időben nem úgy volt, hogy akkor váltunk egy másik szolgáltatóra, vagy hoznak valahonnét vizet, vagy lemegyek a boltba és veszek vizet, hanem alapjában véve, ha egy városban a keserűség vize, vagy maga ez a keserű víz, ez is, ebben nem megyek bele, mindegy, tehát ez a rossz víz folyik, az előbb-utóbb tönkre megy a város. Tehát egyszerűen onnétól kezdve az emberek nem szívesen laknak. Jó város, csak rossz a vize. És én elgondolkoztam ezen, hogy én milyen város vagyok, és milyen víz folyik bennem. Hogy van egy életem, és van egy életnek folyója az életemben. És Magyarországon nagyon érdekes, hogy ez a keserű víz, ez valahogy úgy folyik. Úgy olyan könnyű, megyek valahova, és nagyon gyorsan eljutnak arra, hogy kifolyik a keserűség a szívéből az embereknek. És akkor ez ráadásul fertőző a Biblia szerint. És azt mondja, hogy a keserűségnek több gyökere van, több fajta keserűség van. Most csinálnánk egy gyors tesztet, hogy benned van-e keserűség, nem kész felemeléssel. És tapsoljuk meg! Szia, szeretőm! Annyira jó, hogy itt van! Halleluja! Na, szóval a keserűség honnét fakad? Például én tetten érem majdnem nap, mint nap magamban, pedig én egy vidám ember vagyok. Tehát egy jókedvű vidám, és nem is lehet látni, általában előbb-utóbb ezt leküzdöm, vagy farccal tűröm, mint egy jó férfi. A férfiak tűrnek, ezt tudtátok? A férfiaknak keményen tűrni kell. Úgy szenvedünk, hogyha nem kapunk délbe ebédet, hogy ajjajjaj, de tűrjük. Igaz, hogy nem szólunk az asszonyhoz, de tűrjük, hogy nem kaptunk ebédet. És rengeteg ilyen apró dolog van, ami a keserűség kiindul. Nagyon gyorsan ki lehet. Hogyha egy rossz híreket kapsz, a keserűséget beteszik a szívedbe, és egyből elkezdi rontani a te jókedvedet. Már csak az, hogy máshogy osztottak be. Vagy például Isten tisztelet előtt, nem tudom, hogy jöttetek ide, kapkodva, tehát rohanni kellett, valamit még el kellett intézni, és akkor amire ide érsz, akkor nem egy vidámság, öröm, hú, végre itt vagyok, hanem igaz, most már ne szóljatok hozzá, mert amíg valahogy túlélem a dicsőítést, aztán felpergek, és el kell a dicsőítés végére, talán úgy összeszeded magad. És tudjátok-e, ez velem, én azt hittem, hogy ez nem fordul elő velem. Tehát azt hittem, hogy én nem vagyok keserű, én vidám ember vagyok. És ha megvizsgáltam a szívemet, hát eljutottam odáig, hogy ha az a szó jut eszembe, hogy öregség, hogy én is, és olyan, hogy egyszerűen a szívemben, pedig, tehát én mindig ezt mondom, hát mindenki jól érzi magát, Isten, ebből az időszakban is meg tud állni, de mégis nem hajlik úgy a térdem, akkor várjál, van egy másik ilyen szó, hízás. Nem kéne annyit enni, főleg nem most este. És rengeteg ilyen, és akkor elindul a keserűség, és böjtölök, utána még kövérebb vagyok. Na. A böjt az nem jó különben hízás ellen, ezt hozzáteszem. A lényeg az, hogy vannak ilyen szavak. Vannak olyan, amikor a
fiadra gondolsz, vagy apukádra gondolsz, vagy valakire, és akkor ez a keserűség folyója úgy elkezdi megkeseríteni azt a napodat. Nekem van olyan, hogy a feleségemmel beszélgetünk reggel, és valamin összeveszünk, és megkeseríti az egész délelőttünket, és aztán délbe beszélgetünk, valahogy csak kivékünk az ebédnél, és akkor tudod, az van, hogy úgy gondolkozunk, hogy mi beszélgettünk. És akkor mi van, mit mondtál? Te mit mondtál? Én nem emlékszek már rá, én sem emlékszek. Mondom, egész délelőttünket tönkretette, ez nagyon jó volt így. És a keserűség egy pillanat alatt úgy belopja az életedbe magad, és úgy tönkretesz dolgokat. Tudjátok, a jó békülés, hogy utána kibékülünk, az egy jó dolog. Tehát azt szeretem. Na, szóval van ez a keserűség, és van a keserűségnek több változata van. Van, amikor ilyen régi dolgokat, sebeket nyalogatunk. És akkor lapoz légy szíves egyet. És akkor a keserűség az elkezdi kifejteni a hatását, elkezdett kimondani. Képzeljétek, a keserűség fertőző. Az a legrosszabb, amikor két keserű ember kezdi bátorítani egymást. De tényleg így van. És a keserűség az úgy belopja az egész napodba magát, és akkor elkezded elmondani, hogy téged is gyülekben milyen sérelmek érte, és azt mondta, ennekem is mondta, és akkor ez egy jó nap lesz, tehát ettől felvidámodunk. Például Attila most beszélt a gyülekezetről, erről, akik itt vagytok, és hát csupa jót mondott, semmi rosszat, és mindenre jól látja a gyülekezetet, jól érzi itt magát, semmi keserűség nem volt benne. Hát így nehéz prédikálni a keserűségről. Minden. Hát ha ismertek valaki olyat, aki keserű néha. Aztán van olyan, amikor érzed azt, hogy nincs kedvem emberek közé menni. Hagyjanak már békén. Csak egy kicsit hagyj bibliázzak, hagyj Istennel, hagyj vonuljak el. És ez is a keserűségből adódik, amikor már nincs kedved emberek közé menni. Ez már egy olyan depresszív alapállapot, minél öregebb vagy, minél többet szeretnél így lenni. Már megint mit beszélek? Na ez nem a Biblia. Hanem igazán megkeseredik a szíved, és nem akarod kinyitni magad, hanem zárni akarod magad. A keserűség az zárni akarja magát, és elkezd fertőzni először magadat. Na, én hoztam nektek valamit. Újra jön. Kezdődik. Úgy hívják ezt. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi ez. Só. Jó, szeretnék mindenkinek adni egy csipetnyit. Jó, tehát itt körbeadnám, van benne egy kis kanál. Mindenki egy keveset vegyen már ki, mert a keserűségre van egy megoldás. Jó, tehát van egy jó megoldás, ami, tudjátok, amikor erről prédikáltam, az az érdekes, hogy olyan furcsának tűnik, amikor először Isten ezt mondta nekem, mondom, hogy sót osszak ki, hát micsoda ostobaság, remélem bennetek is megfogalmazódott ez, hogy micsoda só, halleluja, köszönöm szépen, és nem igazán értem ezeket a dolgokat, például Jézus is csinál furcsa dolgokat, emlékeztek arra, amikor leköp a földre, emlékeztek rá? Na most azt értem, hogy ezt Jézus meg tudta csinálni, de amikor neked ezt mondaná, menj oda, köpje a földbe, gyúrd össze, az kend rá a szemére. Kinek volt baj a szemére? Halleluja! Még jó, hogy ügysport. És vannak furcsa dolgok, ugye? Tehát látjuk ezeket a Bibliából is. És szeretném azt, hogy egy kicsit az agyatokat, tehát ezt a agykontrollt, ami kontrollálja az értelmes dolgokat, ezeket így csillapítsátok le, és jöjjön elő a hitetek. Az, hogyha tényleg van keserűség, és azt érzed, hogy igen, ez engem is bánt, nem mosolygok annyit, nincs annyira jó kedve. Nekem a feleségem az olyan, mint egy tabletta, az állandóan nevet. Tehát csak be kell venni minden nap, amikor ő kacag, jó kedve, mindenen tud nevetni. Tehát minket Isten úgy talált ki, hogy én vagyok a szórakoztató, ő meg mindenen nevet. Tehát bármit mondok, ő nagyokat kacag rajta, és ezt, tehát ő mint egy közönség, tehát nekem mindig van közönségem. Én szeretem a feleségem, mert ő mindig tud nevetni rajta. És tudjátok, mit mond a Biblia példabeszédek, hogy a vidám szív jó orvosság. Na, hát hogyha valami bajod van, és a nevetést azt gyakorolni kell, látom, ilyen farcú testvérek is vannak, de azért jó, hogyha néha kinyitod a szád, és mosolyogsz egyet, ha-ha, ide jó!
kedvem van! És ez már egyből vidámítja a szíved, be is vetted a tablettádat, hát ha jobb lesz így a napod, ezt nem én találtam ki, példabeszédekben van. És tudom, hogy lehet erőltetni ezt. Én szoktam, mert én egyre kevesebbet kezdtem el mosolyogni, és elkezdtem erőltetni a mosolyt. Megyek az utcán, és vigyorogok, mint a tejbetök, és figyelem az embereket, és visszavigyorognak, azt se tudják, mi vagyok. És egyre jobb kedvem van, mi van? Te is mosolyogsz, miért? Én se tudom, nem baj. És jó ez, ez egyszerűen beveszed a tablettát, hogy legyen jó kedvünk, vigyorgunk. Halleluja! Na, amikor viszont keserűek vagyunk, akkor úgy próbálunk elvonulni a bajunkkal, elmondani, akinek akarjuk, főleg, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. És megmondom őszintén, hogy a keserűség beteggé tesz. Tehát ugyanúgy, ahogy a vidám szív egy gyógyszer, a keserűség, az beveszed azt a másik fajta tablettát, ez egy ilyen fekete tabletta, és fizikailag elkezded érezni, hogy erőtlen vagy. Az erőtlenség, maradjunk otthon. Az erőtlenség, és azt mondja nekem a testvér, hogy már annyira el voltam fáradva, hogy már imádkozni se volt kedvem. Tudjátok, az erőtlenség tablettát is be lehet venni, és a keserűségen keresztül bejön. Van már mindenkinek sója, mert addig nem akarok tovább menni, amíg... Nem, ott még megy, oké. Okay. Konyhasó. Hát ez egy konyhasó. Szóval, amikor eljutunk abba az állapotba, én azt gondolom, hogy a keserűség az egy jelzés, hogy nekem a valami bajom van az életemmel, és tudjátok, én nem láttam még olyan embert, akinek semmi baja nincs. Nem baj. Só van benne, tényleg só. És amikor keserű a szíved, akkor egyedül elég nehéz kijönni belőle. És lehet, hogy eljöttél most a gyülekezetbe, de érzed azt, hogy ebben a keserűségben olyan jó lenne változni. És ez én nem akarom, hogy ez ilyen, így elfertőződjön. Én azt akarom, hogy a keserűség valahogy változzon meg. És a keserűség az teljesen eltűnik, és mi történik a keserűség helyett? Jön a só. Ez az. Ez só. Én úgy gondolom, hogy itt megvan a megoldás, és ha van már mindenkinek sója, ha nincs, visszamegyünk erre a megoldásra. Elizeusnak azt mondja: Uram, magad is látod, hogy ez a város jó lakóhely, de vize rossz, és a földje terméketlen. Erre ő így felel: hozzatok ide egy új tálat, és tegyetek bele sót. Na ezt most csináljuk, most már mindenkinek van sója. Oda is vitték neki, ez egy jó mondat, nem? Oda is vitték. Tehát mondott valamit, és meg is csinálták. Az a gyülekezetben ez egy jó dolog lenne. Hogy mondanál valamit, és meg is csinálnál. Nem leszek keserű, ezért nem? Na jó. Tehát oda vittek neki, tehát egy új tálat, és benne sok. Ő pedig kiment a víz forrásához, sót dobott bele, és ezt mondta: így szól az Úr, meggyógyítom ezt a vizet, nem okoz többé halált és terméketlenséget. És a víz meggyógyult. Így van ez még a ma is. Elizeus szava szerint, amelyet kimondott. És képzeljétek el, hogy ezt amikor Jászberénybe prédikáltam, akkor ott fizikálisan meggyógyult két ember. Én akkor kezdtem elhinni, hogy ennek van jelentősége. De komolyan, tehát én nem értettem pontosan. És azóta nekem is adjatok sót, mert a szükségem van rá, úgy érzem. Csak viccelem. Csak szeretném. Ez egy olyan... Ennyi elég ez. Ez egy olyan dolog, ami megismételhető, mert só az bőven van. Én most azt szeretném nektek megmutatni, hogy sózd meg magadat. Ezt a fejünkre fogjuk dobni, ha iszik, vagy nem, ha nem. De nem ez a lényeg, hogy a hajad teli legyen sóval, tehát nem ez az alapja, hanem az, hogy ez eljusson a szívedig. Tehát annak szerinted mennyi esélye volt, hogy oda megy egy folyóhoz, beledob nem tudom mennyi sót, és a folyó megtisztul. Ennek a sónak talán a legkisebb jelentősége volt. Ez egy olyan dolog volt, hogy egyszerűen hittel Isten megmutatta, és ő megcselekedte. Rengeteg ilyen van a Bibliában. Ez is ilyen. A kezedben lévő só az életednek a sója, a tisztító lehetőség, hogy a keserűségtől, és az igen azt mondja, hogy a betegségtől
és van valaki, aki ugyanezt a tanítást hallotta, és azt mondta, hogy képzelje el, hogy én nekem működött, utána jó kedvem volt, és úgy a keserűségtől úgy felfrissültem. És azóta sót hord a zsebében, jön a keserűség egyben a fejére. Halleluja! Ez jó! Na! Szóval, én most szeretném egy picit, hogy ne zavarjon bennünket a szemünk behunyát, egy kicsit imádkoznál magadért, jó? Tehát itt nem mások fognak cselekedni. Itt a hitel mutatkozik meg. Ez a só, ez kiviszi az életedből a keserűséget, nem okoz többé halált, hanem életet fog adni, és örömre gerjed a szíved. Majd meglátod, hogy ez működik. Nem tudom, hogy csinálja Isten. Én nem tudom megcsinálni, ezt elmondom nektek. De Isten az képes rá. Jó? Egy pillanatra légy szíves, csukd be a szemedet, és gondolkozz el a szíved keserűségein. Uram, meggyógyulok most, nem okozok többé keserűséget, halált, hanem élet fog szólni belőlem. És minden keserűség múljon el. Amen. Szórjátok nyugodtan a fejetekre. Higgyétek el, ez a só a szívedig hat. Ha hittel szórod, megváltozik. Ez a keserűség kikopik az életedből. Az Úr gazdagon áldjon meg benneteket. Egy dolgot még hagynom nekem. Ez egy diátvetés már még, ez a legfontosabb rész. Az új szövetség sója a názereti Jézus Krisztus. Ő már benne van a szívedben, ő mindig előveheted. Tehát az van megírva, hogy sónak kell lenni, és sóznunk kell. És ez az új szövetségi példa, ez csak egy jó gyakorlat volt, de tudjátok, az Úr Jézus engem az elején jó megsózott, hál' Istennek. És ez a só, ez mindig elővehető, ez nem ízletlenül meg, menj oda hozzá, és Isten megcselekszi, hogy legyél élő só. Amen. Kedves testvéreim, a sisasót látták és hallották. Köszönjük szépen. Közben itt, hogy az én testvérem szolgáltam, belegondoltam, hogy szóval ide állunk. Az egyik azt kínálja, hogy milyen finom illat, menjetek. A másik azt mondja, öltöjetek, fogyjatok. Szóval hatalmas egység, nem kétség. Na, szóval hétfőn indultunk el, és ez a 10. állomás, ahol szolgálunk. Hát elég ilyen non-stop jellegű volt ez az időszak. Én már most nagyon, úgy mondtam a feleségemnek, mikor jöttünk hazafelé, hogy már nagyon vágyom haza. És valószínű, hogy mikor hazaérek, mint amikor ilyen fullos vasárnap is előfordulok, a három Isten tisztelet után, három prédikáció után hazamegyek, és akkor berogyok a fotelba, fölrakom egy ilyen zsámolyra a lábam, és akkor feleségem rám néz, és jön, hogy akkor leveszem a cipődet, és akkor most mit kérsz, mit hozzak ide, és hát szóval úgy néz rám, mint akibe az élet egyhamar nem fog visszatérni. De aztán, tudom, hogy fél óra után, hogy regenerálódok, szóval már most úgy élem meg, hogy jó lesz hazamenni, és ott van egy kicsit a feleségemmel együtt lenni. És élvezem ezt az időt, élvezem a testvéreimet. Én élvezem azt, hogy ilyen sokfélék vagyunk. Jani bácsi, azt tudom nekem mondani, hogy a szívemnek a csücske. Lehet, hogy vannak, akik, hogy mondjam, csak legyintenek rá, vagy nem sokra értékelik, vagy... Én annyira megszerettem, mert a szívét érzékeltem. Egy egyszerű ember, akinek a szíve ég az Úrért, és összenőtt a szívünk, és jön, és
van, amikor már majdnem négy kézláb terepjáróban megy, helyeken, de megy, nem adja föl, csinálja, és nagyon, nagyon szeretem a szívét. De ugyanígy mondhatnám mindegyikre, hogy nagyon, nagyon szeretem az én testvéreimet, bár sokfélik vagyunk. De hát ez a jó Isten országában, hogy sokféleség van. És ez mégis Krisztusban tud egy lenni. És annyira jó, hogy Isten királysága nem téglagyár, méretre leszatkódnak az emberek, hanem az élőkövek közege, és abba a sokféleség belefér. És én azt gondolom, hogy ha van egy jó nagy szívnagyobbodásunk az Úrtól, akkor abba beleférnek az emberek, a sokfélék, még az extrák is, a különlegesek is egyszerűen benne vannak. Na, hát van olyan gondolatom, amivel januárban elindultam, ezt csak most röviden mondanám itt nektek. Isten a szívemre helyezte azt, hogy ahol megfordulok, ezt mondjam el, hogy szeretné mozgósítani a gyülekezetet. Szeretné a gyülekezetekben mozgósítani a gyülekezetek tagjait. És mindenféle fogyasztói kereszténységet meg akar szüntetni, és aktiválni akarja a keresztényeket. És a legfontosabb dolog, amiben aktiválni akar, az a misszió parancs volt. Nem az, hogy gyertek Gyülibe, az is gyertek Gyülibe. Nem az, hogy küldjetek az embereket Gyülibe, az is jó. Nem az, hogy mondd el a befogadó imát, mert játszottunk az egyik helyen, nem is tudom, az egyik Roma Vajda házánál voltunk, ő meghívott reggelire bennünket, és egy pisztolyt találtam ott, és az én kedves Kopcsó Attila testvéremet néhány dologra megnyertem, mihelyt a pisztolyt a fejének szögezte, mindenre kész volt, mindenben nagyon készséget mutatott. Én úgy gondolom, hogy nem erőszakolni kell az embereket Isten királyságába, hanem egyszerűen Jézus arról beszélt, hogy tegyétek tanítványokká az embereket. És Lukács 10-ben beszélt arról, hogy kiküldte a tanítványait, és azok keresték a környezetükbe azokat, akik befogadókészek, a békesség fiát, békesség lányát, akiken a békesség áldása megnyugodott, és náluk maradtak, foglalkoztak velük. És ez beégett az én szívembe tavaly februárban. Volt itt két misszionárius testvér Afrikából. Én most voltam náluk egy hónapja Amerikában, mert engem ez nagyon megfogott, ez az egész dolog. Nagyon megragadott az, ahogy a muszlimok között nagyon egyszerű módon, ezzel a keresd a békesség emberét, és a békesség embere akkor az rád van bízva, az nyitott. Akkor foglalkozz vele és tanítványozz. A tanítványozásban egy egyszerű módszert használnak, az úgynevezett felfedező biblia tanulmányt. Ez régi dolog, ez nem most új keletű. Csak egyszerűen az, hogy leülnek, akik a békesség fiaival, vannak bibliai történetek, amiket átvesztek, akár egy év alatt, vagy fél év alatt, ki hogy csinálja. És nincs külön tanítás a kis csoportban, hanem együtt fedezik fel az ige üzenetét a Szentlélek által. És a Szentlélek annyira dolgozik. Én nálam 14 csoport indult el tavaly, és egyszerűen én gyönyörködöm, hogy látogatom ezeket a csoportokat, ahogyan az ige és a Szentlélek formálja át az embereket. Azokat is, akik már döntöttek, azokat is, akik tök hitetlenül indulnak el egy ilyenbe, mert elindulnak, mert nem attól békességfia, hogy összetett kézzel született, hanem van készség a szívében. És én hiszem azt, hogy Isten ezt fogja használni, szóval én ebbe ráadtam magam. És gyülekezetekbe megyek, most már újra megyek képezni azokat, akik indítanak el, legkülönbözőbb csoportok, helyeken indulnak csoportok. Muszlimoknál például nagyon tetszett, hogy a bejárók, akik egy órás vonatúttal mentek a munkahelyükre, felfedezték azt, hogy egy csomó ember ott ül a vonaton egy óráig, egy órán keresztül ismerik, hát akkor valami hasznossal töltsék az időt. Egy felfedező csoportot hirdettek meg a vagomba, és volt, aki jelentkezett, azok elkezdtek foglalkozni. Egy óra minden nap, ez a leghatékonyabb dolog, nem kell este összejönni, és közben egyébként is benne dolgozni, tehát ezeket az időket használja ki. És
tanítványoztak vagy öt ember, akkor az öt ember is kezdte el keresni ugyanabban a vagonban a maga öt vagy akárhány emberét, és akkor azokkal úgy, hogy szépen a vagon, ez úgy eléggé jól az Úr élet. És akkor mentek másik vagonba, és akkor csináltak, aztán az egész szerelvény már a mennybe ment. És akkor voltak olyanok, akik megtehették, hogy egy órával korábban mentek, vagy egy órával későbbi szerelvényre mentek. Ugyanezt elkezdték csinálni. Más özvegy lett, kiment a temetőbe, hát látta, hogy van egy-két sorstársa. Ő nem gondolta, hogy ide fog járni, de mikor eszébe jutott, hogy mi lenne, hogyha ezek a békesség emberei lennének, megkérdezte őket, nagyon nyitottak voltak, megalakították a temetőjük békesség, vagy békességfiak egyesületét. A felfedező bibliacsoportok ott a temetőben, ott jönnek össze, az a legprímább hely, és tanítványozódnak ott halottak között, jönnek elő az élők. De ez engem nagyon-nagyon megragadott, és az, amit a tesók mondtak, hogy ezzel a megsokszorozódás, ebben a megsokszorozódás van, az a helyzet. Tehát a végállomás kereszténységből átmennek egy továbbadó kereszténységbe. És eleve így megy ez, hogy halld meg Isten szavát, tehát legyél képes arra, hogy vezetés alatt legyél, amiben vezet, engedelmeskedj, és ahogyan így növekszel, utána kereste is a békesség fiát, és add tovább. Mert tudjátok, hogy ki a végállomás. Ezt az Ódából tudjuk, nem a Bibliából. Na szóval ő továbbadónak akar bennünket, így tervez. És ez a megsokszorozódás, ez Isten királyságában egy alapelv. És benne, hogy mi mindannyian részt vegyünk, egy alapelv. Ez a kereszténységünknek egy része. Ha ezt kiveszed belőle, hogy nem akarsz az életed körül tanítványt emelni, képezni, már eleve, ha gyereked van, ez már gyanús. Ha gyereket szültetek, vagy csináltatok a házastársaddal, akkor ez már eleve gyanús, hogy rád bízott tanítvány, akit neked tanítványozni kell. De ezen túl én hiszem, hogy Isten mutatja, van nálunk egy özvegyasszony, aki kétségbe volt esve, hogy neki hogy lesz ilyen, mert 8 évig az anyját ápolta, mindegy. Másnap elkezdtünk ezért imádkozni, másnap a szomszédasszony átjön, azt mondja, Jutka, képzeld, megtaláltam a Bibliámat. De nem értem, de én templomba el nem megyek, papot meg nem kérdezek. Jutka elmondta neki, figyelj, szeptemberben indítok egy csoportot. Jössz, azt mondja, már most hozom a Bibliát. Na azt mondja, Jutka, már van egy emberem. Néhány nap múlva fölhívja egy régi munkatársa, te figyelj, vettem egy iPad-et, föltöltöttem rá a Biblia programot, hát elkezdtem olvasni, nem értem. Jutka elmondja neki, mit tervez szeptemberben. Azt mondja a volt munkatárs, beveszel a csoportodba? Azt mondta, hogy gyere. Már volt két embere, a harmadik abban az istentiszteleti részben, amit a kint van a lakótelepen tartunk, ott szolgáltam a tesók között, beszéltem erről, hogy Jutkának már van két tanítványa, akit szeptemberben. Én egyszer csak eltűnik egy nőtestvér, hát mondom, ezt nem annyira kötötte le ez a dolog. Azt 10 perc múlva visszajön boldoga. Hát, kiszaladt, telefonált Jutkának, bejelentkezett, hogy lehetne ő a csoportnak a tagja, mert hallja, hogy már kettő tagja van, és ő is nagyon szemben bevette Jutka. Öttel indult el, szeptemberig tartják, szeptemberben fölrobbantja az egészet, és kiküldi, mert Jézus ezt tette, hogy kiválasztott embereket, hogy vele legyenek, aztán kiküldje őket. És a kiküldötteknek is ez kezdettől fogva tudják, hogy ez lesz a vége, hogy egy évig tart ez az egész, utána ki lesznek küldve arra, hogy a saját csoportjukat indítsák el. És amikor eleve így indulnak dolgok, ilyen szinteket határozunk meg, én azt látom, hogy valahogy egész másképpen állnak hozzá az emberek. Úgyhogy izgalommal várom azt, hogy mikor jön a második generációs csoport, és szóval ez úgy tele vagyok izgalommal. A muszlim tesók úgy elmondták azt, hogy ők úgy látják, hogy ezek ilyen kicsi dolgok, de mégis ha a sok kicsi, az sokra megy. Na, akkor nézhetünk egy, mert én sem akarok lemaradni, Attila vetített, akkor én is akarok vetíteni. Szóval szeretném bemutatni azt, hogy mi a különbség az elefánt típusú gyülekezet, meg a nyúl típusú gyülekezet között. Ez egyszerű dolog lesz. Na akkor, mutasd, légy szíves. Tehát,
az egy elefánt pár négyszer termék egy évben. Egy utód terhességenként, 22 hónapos terhesség, ó, uram. Szexuális érettség 18 évesen, ez kéne sok fiúnak, lánynak is. 3 éven belül, így módon, egy elefánt pár a család két főről 3 főre nő. Ez egy elég jó növekedés, nem? 3 év alatt 2-ből 3-an lesznek. Dicsőség az Úr Jézusnak. Na, menjünk tovább. Azt mondja, a nyúl típusú gyülekezet. Kicsi, de gyorsan szaporodik. Na, nem tudom, hogy jó állat. Na tehát, a nyulak. Gyakorlatilag állandóan termékenyek. Átlagosan 7 utód terhességekként egy hónapos terhesség. Szexuális érettség 4 hónaposan. 3 éven belül 2 nyúlból lesz. 2 nyúlból 3 éven belül 476 millió. Azt. Még egyet lök rajta. Na. Hát, én körülbelül elhiszem. Hát, ez a megsokszorozódás. Nyilván nincs így tenni. Szóval az a helyzet, hogy ez nyilvánvaló, hogy egy matematika. Tehát a optimális értékekkel számolva. Nyilván, hogy egy nyúltenyésztő sem mondjuk mondhatja ezt. 2 vagy 3 év alatt 2 nyulából 476 millió nyula lett. Most Vajszlón, a pécsi gyülekezet tagjai, ott segítik a vajszlói románkat is, meg nem románkat is, akik nehéz helyzetben vannak, és mindegyiktől megkérték azt, hogy írják össze, hogy mit szeretnének csinálni, mire van képességük, mire van eszközük, vagy mit tudnának kezdeni magukkal. Azt mindenki írt valamit, és a feltétel az volt, hogy ehhez a projekthez a 10%-ot ezek az emberek szedjék össze. 90%-ot a pécsi gyülekezet állja. És beindult növénytermesztés, fa termesztés, talán így mondják, nyúltenyésztés, kutyatenyésztés, csirketenyésztés. És azok a csóri emberek, hát csak most a pécsiek azon imádkoznak, hogy ne egyék meg ezeket a szóval nyulakat, meg egyebeket menet közben, hogy a szaporodás az aktív lehessen. De ez a legjobb segítségi mód, ahol az emberek találják ki önmagukat, és a maguk értékességét, mivel szeretnének foglalkozni, ehhez kapnak segítséget. Szóval ez tök jó dolog. Na szóval a megsokszorozódás, ezt a világ rég fölfedezte, most mondjam így a Biblia alapelvek alapján, most a keresztényeken a sor, szerintem. Ha már ők kapták a Bibliát, ugye ermenesleg, vagy már ők is fedezzék fel ezt az egészet. 2 Timóteus 2:2, ugye elmondja a 4 generációs ige, hogy amit tőlem hallottam, a Pál Timóteusnak, azt ad át megbízható embereknek, akik mások tanítására alkalmasak lesznek. Szóval ez a megsokszorozódás. És elhiszed magadról, hogy te is, a te életed körül is tudnak felnőni tanítványok. Mondd el a testvérednek ott jobbra vagy balra, hogy a tanítványozásra Isten téged is képessé tud tenni. Mondd el neki, légy szíves. Téged is képessé tud tenni. És hogyha bárki most a szomszédjával valamilyen gőgöt vagy elbizakodottságot vél felfedezni, akkor mondd meg neki, Isten engem is képessé tud tenni. Bizony. Na, hát erről ennyit, hajrá nyulak. Ami a szívemen volt, hogy itt szeretnék róla beszélni, az az Isten ígéreteiről szól, és az Isten ígéreteihez való helyes viszonyulásról. Ugye tudjátok, hogy Isten szeretete az nincs feltételhez kötő. Várjatok. Lerakom ide az órámot. Megnézem. Ki tudja, hogy fogok emlékezni rá, de most meg is néztem, uram, a nagyon jó tevő. Na szóval,
Tudjátok, Isten szeretete nincs feltételhez kötve. Az agapi szeretet feltétel nélküli szeretet. Ha hiszel benne, ha nem hiszel benne, ha bűnt követsz el, ha nem követsz el, Isten akkor is szeret téged. Én ezzel senkit nem akartam bűnre csábítani, csak egyszerűen az isteni szeretet, az feltétel nélküli. Isten ígérete viszont feltételekhez kötött. És nagyon sokszor Isten beszél ígéretekről, és oda teszi ezt, hogy ha. És hogy ha mi ezeket komolyan vesszük, akkor Isten azokat az ígéreteket betölti rajtunk. A Zsidó 11-ből szeretnék ígéretet olvasni. Itt azt olvassuk Ábrahámról a 11-11-ben, hogy ez az ember hűnek tartotta azt az Istent, aki neki az ígéreteket tette. Én nem tudom, hogy Isten ígéreteivel hogy álltok. Vannak-e ígéretek? Én azt látom, hogy sok kereszténynek nincs ígérete. Tehát nincs megragadott ígérete. Mert nekem meggyőződésem, Isten ígért és ad ígéretet mindegyikünknek. Csak ez egy kérdés, hogy tényleg felfedezzük-e, megragadjuk-e, ráállunk-e ezekre az ígéretekre. Hogy tényleg beteljenek rajtunk. De hidd el, hogy Isten tesz neked is ígéreteket. Én annyira hálás voltam, hogy Isten tett ígéretet arra nézve, hogy nekem fogadni egy házastársat. 40 éve élünk úgy, hogy hála az Úrnak még egyszer nem veszekedtünk. De már megegyeztünk, ha eddig már így alakultak. Akkor már éljük ebbe az unalomba, tovább magunkat veszekedés nélkül. Tényleg nem volt veszekedés. Ez azért főleg a feleségemnek az érdeme, hozzátenni. Mert ő mindig bocsánatot kért tőlem. Szóval sokszor, mikor én úgy dobogok magamba, jön, látom a szemén, mondom, ez bocsánatot fog kérni. Hát úgy is van. És na, szóval ez tényleg jó, de amikor Isten ígéretet tett, amikor úgy keresgéltem, és akkor gyülikbe is mentem, szerettem úgy hátul ülni, és akkor baptista gyülikbe énekkar ott voltál, igazán a mezőny. És nem a basszusra, meg a tenorra gondolok, hanem az altra, meg a szoprára gondoltam, hogy ott volt aztán a nagy mezőny, és mire úgy végignézegettem mindenkit, úgy azt mondta a prédikátor, ámen. De gyors volt. Hát még... Igen. Na szóval ebben a helyzetben, amikor az ember keres, nagyon jó, hogy kap egy ígéretet, hogy fogok rólad gondoskodni. Aztán amikor igaz, hogy az első gyermekünk, az nekünk úgy jött, hogy 9 hónapra. Mert ez így. Szóval hát lány lett, és akkor úgy mondtam Istennek, hogy Uram, ezután egy fiú, és jó lenne. És akkor ígérte Isten, hogy a mi fiaink többes számban az Úr tanítványai lesznek. És egyszerűen feleségemmel együtt kaptuk az ígét, és egyszerűen ráálltunk arra, hogy az Úr tanítványai lesznek, de először lássuk a fiúkat. És akkor jött az első fiú, jött a második fiú. És ezek jó dolgok, amikor Isten ígéretet tesz. Tudom, egyszer, mikor váltottam és Monorról Lőrincre költöztem, költözködés napján, pont az imaházhoz kanyarodtam be a Pest-Lőrinci gyülekezetnél, és oldalról belénk szaladt egy autó, és a két fiamat elvitték kórházba összevarni a fejüket, sőt, még egy monori szomszédfiút is elvittek, azt is összevarták. És szóval egy kicsit olyan nehéz helyzet volt, de egyszerűen annyira jó volt tudni azt, hogy Isten azt mondta, hogy itt foglak benneteket megállni, itt foglak titeket használni. És nem az a kérdés volt, hogy talán mégse kellett volna. Mellesleg megmondom azt, hogy két nap múlva az új lakásban próbáltunk ugye elhelyezkedni, a lányunk elhúzta a függönyt, a fejére esett a karnis, úgyhogy őt is összevarták. Úgyhogy a varrógép az nagyon működött. Szóval egyik a másik után. Na és akkor ebből a balesetből engem hoztak ki hibásnak, nem én voltam, mivel majd is ezt mondom, és akkor úgy összerogytam, hogy hát nem is tudom, 4 hónapra, hogy elveszik a jogsit.
mert hogy nagyon a szolgálathoz nagyon kellett a kocsi, és akkor hazamentem, hogy nagyon-nagyon igazságtalannak tartottam az egészet, és akkor kinyitottam az igét, és a 37. Zsoltárnál, hogy Isten jogodra fény derít. Uram, köszi. És egyszerűen innentől elintézetnek vettem a dolgot. És teltek el a hónapok, és nem kérték a jósit. Eltelt egy év, és nem kérték a jósit. Két év, két és fél év, és nem kérték a jósit. Na mondom, ilyen az én uram. Két és fél után jött a behívó, hogy vigyem leadni a jósítványt. De ennyi idő alatt elérült a dolog. Úgyhogy egy napot aludtott a jósítvány, és visszakaptam. Mert Isten, amit megígért, az beteljesítette. Igen. És annyi ígéretet tesz Isten. Csak ehhez kapcsolat kell vele, figyelni kell rá. És hű az Isten, figyeljetek, aki az ígéretet teszi. Hű az Isten, és az be is tölti az életünkön. Nem az a lényeg, hogy most tényleg ennek van látható része, vagy nincs, vagy alapul valami. Tök mindegy, mert Istennél a labda, ha ő megígérte, ő meg is teszi. A feltételhez nyilván nekem is közöm van, hogy abban a helyemen legyek, de hű az Isten, aki az ígéretet teszi. És figyelj arra, hogy milyen ígéreteid vannak Istentől. És kérlek szépen, hogyha kaptál ilyet, lehet, hogy egy profécián keresztül, ígér, imád, vagy teljesen mindegy, hogy állj rá azokra az ígéretekre. Állj rá azokra az ígéretekre. És ragaszkodj hozzá, mert aki ígéretet tett, az az Isten, hűséges Isten. Na most a Zsidó 11-ben van többféle ígéret. Én kezdem a legfinomabbal. Jó? Ez a elnyert ígéret. Isten megígéri, megadja. Ó, Uram, ilyenből lehet. Nagyon sokat kérek. Zsidó 11.33. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard értől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek, hősökké, idegenek seregeit futattatták meg, asszonyok feltámlás révén visszakapták a halottaikat. Na ez ilyen. Ilyen ígéretek kellenek nekünk, hogy Isten beígérjen jó szaftos dolgokat, és megadja. Csak úgy. Megígéri, megadja. Na, ez az egyes számú minta. És én ilyet kívánok nektek minél többet, ilyen Isten ígéretet. Megígéri Isten, és bejön az életünkben, beteljesedik az életünkön. Na, de most az a helyzet, hogy nem ilyen egyszerű azért a dolog. Vannak másfajta ígéretek is. Olvassam? Igen. Na jó. Ennek én ezt a címet adtam, hogy próbára tett ígéret. Kell? Jó. Azt mondja Zsidó 11.17. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta. Akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Na, ez a második típus. Isten tesz egy ígéretet, de mielőtt már kapnánk érte, hogy gyorsan zsebre, azt mondja, várj egy kicsit, sétáljon el. Ábrahámnak tett Isten ígéretet, és hogy majd jön az ígéret fia. Hát Ábrahám öregedett szépen, öregedett, de az ígéret gyereke csak nem akart jönni. Egy kis besegítés történt Istennek, abból Izmael lett, ezt máig nyugi Izrael. Na, aztán lecsendesedtek Ábrahám és Sára is, és hát úgy várták, hogy majd lesz valami. És hát azért tudjátok, amikor már százszál gyertyát kell elfújni egy születésnapi tortán, ahhoz már tüdő kell. És szóval ekkor azt mondja Isten, na a legkedvezőbb pillanat. Sára testvérnő, 90 évesen, most éppen kemencéről jövünk, ott 91 éves nénit, úgy, hogy föl is állítottam, hogy nézzük már meg, hogy
hogy néz ki egy ilyen típusú sára, aki éppen szülés előtt áll. Hát a néni azért erre most nem készül, úgyhogy fölállást az bevállalta, de tovább a példát nem vállalja. Szóval 90 éves, de hű az Isten, aki az ígéretet tette. És nem az számít, hogy elhalt az ő testük, hanem az számít, hogy aki az ígéretet tette, az az Isten, az Isten, és az egy hűséges Isten. És az az Isten soha nem tévedett, nem hibázott. Ez az Isten olyan Isten, akinek minden lehetséges. És ez az Isten egy hűséges Isten, aki egyébként meg szeret bennünket. Szóval így ígérget nekünk, hogy közben ő szeret bennünket. De van, amikor az ígéretét próbára teszi. Na, van-e bizalmad irántam? Tényleg így tartod, hogy én egy hűséges Isten vagyok? Ha megígértem, én meg is adom neked. Na nézd meg, egyeztessük az óránkat, és hát aztán majd szólok. És akkor van, hogy Isten, mi van? Megállt vagy? Mi van? A naptárjában is kettőt lapozott, vagy mit csinál? Valahol nagyon lassan dolgoznak. És én már kifigyeltem Istenen egyébként, nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled, én már rájöttem, hogy Isten szeret várni az utolsó pillanatig. Akkor is kell az ígéret, hogyha valahol nagyon megvárakoztat. Vannak ígéretek, aminél próbára van téve a hitünk. Próbára van téve a türelmünk. Próbára van téve az Isten iránti bizalmunk. Tényleg, mert tényleg bízol az Úrban? Mert itthon bízom benned, itt a gyülekben bízom benned, Uram, és de amikor tényleg életbe vágó dolgokról van szó, és valami nem akar alakulni, szóval akkor mi van? Föladod? Nem. Mert hű az, aki az ígéretet tette. És ha megpróbál az ígéretben, és ezért nagyon fontos az ígéretet tényleg lecsekkolni, vagy az Úrtól, vagy nem valami hamis ígéret, meg hamis emberi vágy, vagy testi vágy után menjünk, hanem tényleg Isten ígérete legyen az, de nagyon fontos, ha Istentől vettük, ő az be fogja tölteni az életünket. Csak lehet, hogy próbára tesz minket is, mint Ábrahám. Nem beszélve arról, amikor már egy tinédzser fiú van ott Ábrahámiknál, és akkor Isten fölébreszti egyszer Ábrahámot, hogy figyú, erről beszéltem Kemencén, hogy légy szíves, vedd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, és áldozd föl, légy szíves, égő áldozatul nekem. Na, ebből hogy lesz ígéret? Isten ellentmond saját magának? Figyeljetek, hogyha vannak látszólagos ellentétek, az biztos, hogy Istenben nincs ellentét. Isten az egy tökéletes Isten. Tehát én mindig ebből indulok ki. Mint annak idején a gimibe megnéztem a mateknak a hátoldalát, ahol a megoldások van. Ennek van megoldása. Egyszerűen ebből indultam ki, hogy van. És akkor innentől akkor próbálgattam, csináltam, mert van megoldás. Figyelj, ez fontos, hogy indíts innen, hogy van. Amen. Van megoldás. És én azt gondolom, hogy amikor Ábrahámot próbára tette Isten ezzel, hogy áldozz fel a fiadat, hát ez nem kis dolog volt. Ragaszkodni az ígérethez, és ugyanakkor egyúttal engedelmesnek is lenni. Mert ez a kettő... Ha ragaszkodok az ígérethez, nem leszek engedelmes. Ha engedelmes leszek, megölök az ígéretet. Uram, mi van? Figyelj, rájöttem arra, hogy ha Isten ilyen furcsaságot idéz elő, hagyjuk meg, hagyoldja meg ő a példát. Bízzuk rá! Uram, én ezt, Ábrahám úgy van vele, ígéretet, ragaszkodok hozzá, ezt mondod, engedelmeskedek. Ez hogy jön össze ott az oltárnál, meg Izsákban, meg az ígéret figában? Én csinálom! Aztán Isten csak kijött ebből a furcsa helyzetből, amit saját magának csinált. És tudjátok, az a ábrahámi hit, az nekem annyira tetszik. Amikor azt mondja a szolgáinak, hogy figyeljük, maradjatok itt,
Elmegyünk, imádkozunk, hát jövünk vissza. Ebből hogy lesz engedelmesség? Hát a zsidókhoz itt levélben itt olvassuk ezt. Hitte azt, hogy Isten a halottaiból is fel fogja támasztani. De tudjátok, ez milyen hit volt? Én már próbálkoztam halottat támasztani. Négyet. Egyelőre 0-4. De ezt mindig mondom, hogy a meccs még nincs lefújva. Még van egy fél idő. De. És még történni fognak dolgok. Na. Hajrá Isten! Oké, üljetek nyugodtan. Nem, úgy érzem, hogy ez nem most fog történni. Na szóval, amikor ilyen, emlékszem, nem tudom, Forti Lancira emlékeztek, ismert engem, baptista pásztor, meghalta magát aztán. Mentünk a temetőkertbe, beengedtek bennünk, azt hitték, katolikus vagyunk, virasztani megyünk, aztán hát nem mondtuk be a portásnak, hogy halott támasztás vitt bennünk. Mindegy, húztuk ki a tepsit, estétől reggelig nyomtuk, imádkoztuk, nem támadt fel. Hát, na, de ilyen volt, ilyen koporsós temetés, mondom, 4, és megmondom nektek őszintén az urnás temetésnél. Nem próbálkoztam. Komoly. Bocsáss meg, Uram, de Ábrahám, de tudjátok, hogy miért tisztelem Ábrahámot? Mert Ábrahámnak én urnás hite volt. Megyek, föláldozom, égő áldozatul, elégetem, aztán, na Uram, most hozd vissza. Neki urnás hite volt. Sem, meg sem fordult fejbe. Azt mondja a szolgálatban, mindjárt jövünk. És por, elfúj a szél. Uram, most te jössz. Szóval ő benne ott volt ez a készség. Szóval azért nem semmi ez az ember. Isten próbára tette a neki tett ígéretet. De igazolódott, hogy hű az Isten, aki az ígéretet teszi. A harmadik ígéretfajtát meg akarjátok hallgatni? Nem. Jó. De azért jobb, ha öveket kötünk be, mert azért itt, mikor én nézegettem ezt a zsidó 11-et, azért hát mondom, Uram, elég érdekesek itt ezek a dolgok. Na jó, akkor megyünk a harmadik. Én ennek ezt a címet adtam, hogy csak távolról megragadott ígéretek. Na, a zsidó 11, 12, 13. Ezért attól az egytől méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a fővény, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek, csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövőjének a földön. Na. Hát ez egy érdekes fajta ígérettípus, ami nem jön egész közel. De mégis a hívő embernek, na itt van nagy jelentősége annak, hogy mi hívő emberek, keresztény emberek vagyunk, sokkal több isteni ígéretet tudunk megragadni magunknak, mint ahogyan csak a nem szemerek állnak dolgokhoz. Mert mi hitben és hitáltal is tudunk megragadni valóságot, ami számunkra valóság. Én tudom azt, hogy mikor erről beszéltem egy házasság előtt álló fiatallal, hogy mit szólsz hozzá, hogyha még így a mennyegző előtt az Úr visszajön. Hát mondta, ő várja az Úr Jézust. De nem lehetne a nász éjszaka után. Mert azt még úgy szeretné, hogy ilyen az. Én megértettem teljes mértékben. De figyeljetek, szóval azt mondja az ige, hogy létezik olyan ígéret, amit csak hitben tudsz megragadni. Olyan jövő, amit nem jön hozzád közel. De mégis hitben annak a valóságát látod, kommunikálsz vele, megragadod, éled, és úgy éled meg, mintha átölelnéd.
Ez csak hívőknek, bocsánat, hogyha itt most másokkal lennének itt, de ez csak 18 karika, ez csak hívőknek, hogy ami nem jön, nem tudod átölelni. Így a fizikai valóságában nem jön hozzád közel, de mégis látod, mégis valóság, mégis be tud tölteni örömmel, be tud tölteni hálaadással. Volt egy, most ez jut eszembe, volt egy kis falu, ahol egy testvérnővel, hát lényegében a gyülekezet utolsó tagja készült meghalni, és ez a testvérnő tényleg egy aranyos testvérnő volt, és őneki volt egy lánya, akinek hát bizonyságot tett, és a többi, de hát az nem akart megtérni semmiképpen. És úgy volt vele a néni, hogy imádkozott, és egyszer csak úgy Isten tett neki egy ígéretet a gyermekére nézve. Hogy te lányod meg fog térni. És Isten mutatta is neki a lányát, aki megtért, azt, ahogyan megtérten, megváltozik az arca, az élete, életvitele, és egyszerűen kapott egy ilyen látást a lányáról. A néni betelt örömmel, betelt hálaadással. Mikor eljött az ideje, akkor elköszönt a lányától, hogy találkozunk. Ezzel nem azt akartam, hogy ezt és a sírba utánom. Nem, hanem találkozunk az Úrnál, mert ő megragadta a lányában azt az ígéretet. Nem jut hozzá közel. Csak így hitben, és úgy, most így mondom, távolról integetett neki, és telt bennek az örömével, hogy mit ígért neki az Isten, és hogy ez valóság. És tudjátok, milyen érdekes Isten? A temetésen, a prédikáció alatt a lánya térdre rogyott, és azon a ponton ott átadta a szívét az Úrnak. Ennek a testvérnőnek a fia most abban a faluban a gyülekezet pásztora, és egy nagyon jó kis gyülekezet. És ez nagyon jó. Most így mondom, a nagymami az így ment el, hogy nem jött hozzá közel az ígéret, de számára mégis egy teljesség volt. Nem hiányérzettel halt meg, hogy pedig úgy szerettem volna. Olyan jó lett volna látni. Figyelj, ez nekünk egy különös ajándék Istentől, hogy van ilyen típusú ígéret is, ami nem lehet, hogy nem jön közel, lehet, hogy nem az életünkbe telik be, de Isten mégis beszél róla, és te megragadhatod hitben, integethetsz neki, és lelkesedhetsz, hogy igen! És valóság annak az öröme, valóság annak a boldogsága. Ilyen ígéret, ami csak hitben megragadható, távolról megragadható ígéret. De ez is ígéret. És ez aztán meg különösen a hívőknek az ígérete. Van még egy? Mi? Azt megengeditek, hogy még egy negyedik típusról is beszéljek? Önök kérték? Zsidó 11.35. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, jók és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. És mindezeken a hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret. És még úgy fejeződik be, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt tartotta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Na. Ejjaj, na hát fogjunk neki. Hát, ha valami jó kijön ebből. Bízunk. Hát én ennek azt a címet adtam, de ez csak az én címem, hogy a jobbra cserélt ígéret. Én ezekről a hithősökről azt olvasom a jelenésekben, most már arra nem megyek, mert megy az idő, hogy ezeknek valami különleges pozíciójuk volt.
különleges ott Jézusnál. Valami különleges helyzetbe kerültek ezek az emberek. És én biztos vagyok benne, hogyha ezeket ott a mennyben megkérdeznénk, figyú, becserélnéd ezt a helyzetedet itt a földi életben, hogy mondjuk megúszol egy kivégzést, vagy egy valami gyötrő dolgot. Szerintem azt mondja, hogy maradjunk ennél a pozíciónál. Maradjunk itt. Az ige elmondja azt, hogy ezek aztán Jézus Krisztusban, szóval van egy ilyen kitétele ennek, hogy ezek a hithősök Jézus Krisztusban velünk együtt jutnak a teljességre, az Úr Jézusunkról a közösségre, de most nem ebből a szempontból akarom én ezt megnézni, hanem ebből a szempontból, hogy ezek nem az életnek a kárvallottjai lettek. Ezek nem kudarcos emberek. Bár azt mondja az ige, hogy elnyerték az írás jó bizonyságát, tehát ott élt bennük, de mégis nem teljesült be az ígéret, és valami más történt velük. Én nekem Isten eszembe juttatott egy dolgot, mi a feleségemmel, hát már több mint 20 éve, 30 éve, nem tudom, húsvét hétfőn, az egy nagyon jó nap, mert akkor általában az emberek, akik addig pihentek, mennek haza, mi meg akkor húsvét hétfőn megyünk el két éjszakára, három napra, valahova. Ez aztán egy olyan, hogy akár egy olyan matracos, Sopronban aludtunk egy imaházban matracon, aztán hát akkor erre tudtam meghívni az asszonyt. Aztán volt, amikor wellnessbe mentünk, hát ez változó. Na mindegy. A lényeg az, hogy egy alkalommal kinéztünk egy kastélyszállót, és ott foglalunk szobát két éjszakára, ez tényleg ott, itt a, nem is tudom, Kéked, hol van, ahol erre felel, ott van egy ilyen kastélyszálló határnál. Na és hát tényleg milyen jó lesz, lefoglaltuk minden nap, megyünk, és hát meg kicsit olyan furcsa volt, mikor odaértünk, hogy hát alig jutottunk be, mert egy léleket nem volt, aztán valahol egy ilyen portásféle előjött, mit akarunk. Hát mondtuk, hogy hát figyú, mi lefoglaltunk egy szobát, egy egyszerű, sima szobát ebbe a szállodába, és mi szeretnénk elfoglalni. Hát, hogy nincs üres szoba. Most mentek el a vendégek, minden szoba úgy van, ahogy van, mert a főnök elengedte a személyzetet, egy szoba sincs kitakarítva, nincs szoba. Hát, ilyenkor az igazság érzet az elég nagy volt bennem, hogy hát lefoglalja az ember, és akkor mi az, hogy nincs szóval? Hát, na, méltatlankodtam, ez így történt. Na mindegy, hát ő váltig állította, hogy nincs szóval, én megmondtam, hogy én el nem megyek innen, mert lefoglaltuk a szobát, nekem kell a szóval. Na, egyszer csak nyúl a telefonhoz, aztán becsukta az ajtót, látom, beszélget. Na, lerakta a telefon. Na, mondom, ugye, hogy van szoba? Azt mondja, nincs szoba. De azt mondja, figyelj, főnökkel beszéltem, az ünnepkör ideje alatt minden szoba foglalt volt, mindent használták, kivéve, hát ő így mondta, a királyi lakosztályt. Az jó maguknak? Megbeszélt az asszonnyal. Nem mondtam neki, hogy én nem fizetek többet. Azt mondja, nem, a kis szobának az árában. Jó maguknak? Nem mondtam, hogy hát figyeljetek, az a lakosztály, hát akkor ott komolyan mondom volt, hogy nem találtam meg a feleségemet. Akkor, mert tele volt minden zászlóval, kardokkal, párdokkal, bujkártokkal, a valdoinos ágy, és a királyi. Na most figyeljetek. Szóval én tudtam elengedni azt a kétszer-három mindenesőt hányhívást. Én tudtam elengedni. A királyi lakosztály. És szóval az a helyzet, hogy akikről az ige beszél, azok is most mondjam így, hogy a mennyei kastély szállóban, hát voltak szobák, de hát ami történt velük, az megtörtént, és az a helyzet, hogy valami királyi lakosztályra lett cserélve.
Szerintetek panaszkodnak? Még mindig ott morognak, hogy de uram, megígérted azt a kis szobát, aminek az ablaka az a liftre néz. És mi azt akarjuk. Figyeljetek, aki a királyi lakosztályba megy, annak nincsenek ilyen gondolatai. Mert Isten jobbra cserélte. Jobbra cserélte az ígéret. Lehet, hogy vannak dolgok, figyeljetek, amit nem értünk. Ami nem úgy alakul, ahogyan gondoltuk volna. De mi van akkor, hogyha az egy ilyen jobbra cserélt ígéret lesz? Mert persze ez hinni kell, meg bízni kell. És tényleg szeretni kell Istent, hogy ez az Isten nem javam, vagy nem káromot akarja, hanem javamat munkálja. És ő az Isten. És hogyha jobbra cseréli, akkor azzal nem károsított meg. És hogyha nem érted te vagy én Isten, mert lehet, hogy nem értjük. Csak az a fontos, hogy bízzunk benne. Azt mondja, bízzál teljes szívedből. Ne a magad agyára hagyatkozzál. Bízzál teljes szívedből. Uram, nem értem most, mi történik. Azért, hogy az írás jó bizonyságát, hogy elnyertük, fogjuk, és most valami más történik velünk. Isten azt mondja, bízzál. Nem kapod meg a kis szobádat. De van, vigyek egy másik kulcs. A királyi lakosztály. És én úgy gondolom, hogy akik ismerjük Istent, azok tudjuk, hogy nem hazug az Isten. Nem hazug. Isten betölti. És hogyha jobbra cseréli, hát adjuk rá. Mert ő, tudjátok, azt mondja az ige, mindent a javunkra munkál. Szóval lehet, hogy valahogy van egy kanyar a dolgokba, de valahogy jobb lesz belőle. Mert Isten egy ilyen jobbat akaró Isten. És többet akaró Isten. És hogyha a szoba helyett királyi lakosztály lesz belőle, hát így jártunk. De jó az Isten, aki az ígéretet teszi. Szóval volt négy típusa az ígéreteknek, amit itt most a 11 alapján bemutattam. Az ígéret, ami megígére, azt úgy teljesül be, hogy csont nélkül. Kösz, Uram, és minél több ilyet. Van a megpróbált ígéret. Csak kicsi legyen az a próba. Uram, hogy azért méretes legyen, hogy én is tudjam elhordozni. Aztán van a távolról integetett és hitben így módon megragadott ígéret. És van a jobbra cserélt ígéret. De ezek mind ígéretek. Istentől való ígéretek. Jó ígéretek. Imádkozom. Amen. Édesatyám, hálás vagyok neked azért, hogy ezt a népet is te szereted, kiválasztottad itt Miskolcon, és ennek a környékén is. Hálás vagyok, Uram, mindazért, amit testvéreim életében munkáltál. És köszönöm, Uram, azokat az ígéreteket, amik elhagyták a te szívedet és szádat, és amik különböző formában eljutottak testvéreimhez, az ő személyes életükhöz, vagy családjukhoz, vagy ehhez a gyülekezethez. És Uram, én kérlek téged, áld meg ezt a népet, hogy ezt tartsa fontosnak, hogy ezeket ne csak úgy elengedjen maga mellett, vagy éppen ne csak ígéretgyűjtő legyen, hanem rá tudjon állni a te néped azokra az ígéretekre, amiket te adtál nekik. És add, Uram, hogy tudjuk használni itt a Zsidó 11-nek a dolgait. És add, Uram, hogy ahogyan itt fölbővíted a dolgokat, add, Uram, hogy jól tudjunk eligazodni az ígéretek között, ne keverjük őket, mert az csak kárunkra lenne, hanem add, Uram, hogy jól tudjunk bánni a nekünk adott ígéretnek, jól tudjuk meglátni, hogy egyáltalán milyen fajtáról van szó, ha már ilyesmiket látunk az igében. És add, Uram, hogy ezek valahol mind győzelemre tudjanak kifutni az életünkbe. Tudjuk, Uram, hogy szeretsz, és tudjuk, hogy nem hibázol, tudjuk, hogy egy tökéletes Isten vagy, és akinek minden lehetséges, és nem a körülményekre, emberekre, önmagunkra akarunk tekinteni, hanem az ígéretet adó Istenre, hogy hűséges vagy. És köszönjük, Uram, hogy ez a hűséges Isten szeret bennünket, és így foglalkozik velünk, az életünkkel, gyermekeinkkel, családunkkal, házasságunkkal.
De Uram, így foglalkozol azokkal, akiknek munkahelyre van szükségük, anyagi dolgokra van szükségük. Köszönöm, Uram, hogy így foglalkozol azokkal a fiatalokkal, akiknek társra van szükségük. És nem reménytelen, hiszük, nem reménytelen egy hívő fiatalnak megházasodni, még akkor is, hogyha leány. Hiszünk benned, Uram, hogy Te teszel ígéreteket, és amiket teszel, azt be is töltöd. Add, Uram, azt, hogy a Te néped így módon tényleg jól élje meg ezeket a dolgokat, és ez gazdagítson bennünket, erősítsen, bátorítson, ne félelmek ragadjanak el, bizonytalanságok ragadjanak el, hanem legyünk biztosak az ígéretekben, tudjunk azokra ráállni, és add, Uram, hogy aztán tényleg ezeket megragadva tudjon teljesedni az életünk, úgy a Te isteni terved alapján. Az Úr Jézus nevében legyetek ti áldottak itt ebben a városban, vagy ennek környékén, legyen áldott a ti életetek, és megáldalak benneteket, hogy valóban Istennek minden jó terve, minden jó ígérete teljen be a ti életetekben, és minden feltételt igyekezzetek megadni ahhoz, hogy Isten valóban tudja kiárasztani minden jóságát, minden kedves jó tervét a ti életetekre, a Jézus Krisztusban. Amen. 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 Nagyon szépen köszönjük a szolgálatotokat. És ne felejtsétek, hogy van több, van még, lehet fejlődni, változni, előre haladni, ahogy Zsolti mondta, lehet még abból a jó illatból venni. Aztán ne felejtsétek, hogy keskeny út az tuti helyre visz, és azon kell járni. Aztán, hogy vagytok egy szövetségnek a tagjai, ami a só szövetség, hogy az életünknek jó íze legyen, és hogy a felkent az közöttünk van Jézus Krisztus, aki csodákra képes és csodákra kész, és hogy ígéreteket tett, és az ígéret fiai vagyunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked, hogy gondot viselsz rólunk, és hálát adunk ezért a közösséget. Megáldjuk mi is, imádkozunk ezeket a testvéreinket, akik eljöttek. Az ő életükben is az ígéretek teljenek be. Az ő életük is meglássa és megélje a szavaidat, kijelentéseidet a Jézus Krisztus nevében. És hálát adunk ezekért a szolgálatokért. Úgy akarjuk venni, mint Isten igéjét. Amen. Hadd hirdessem nektek, hogy Isten fog jönni május 21-én ide a gyülekezetben, már ez januárban meg lett beszélve, csak még erről nem beszéltünk. Ez egy szerdai nap, fogunk itt akkor találkozni, majd ezt megbeszéljük. Aztán hadd hirdessem, hogy Józsi a játszótér projekt kapcsán várja az adományokat, a segítséget, fizikai, pénzbeni, bármilyen segítségnyújtást. És még egy hirdetni való, hogy ne menjetek el, mert amit Csabi előre, vagy Zsolt előre hozott, azt ki is fogjuk bontani. És szeretnénk együtt étkezni, és együtt beszélgetni még. Az idő szabad, csak Jani bácsinak megy a buszat, abban segítünk majd a jelentést. 7:30. Oké. Amen. Uram, Te hű vagy és igaz, csak benned bízik mind az, kinek Istenem Te lehettél. Igény rég nekünk adtad, és mindbe váltottad, mert szabad. Thank you.
Istenhez kiállt, az meghallgattatik. Úgyhogy arra tudok buzdítani, kiállt az Úrhoz! Yeah.
Hívókhoz, a téged félünkhöz. És hát, hogy neked ezért a boldogságért. Boldogság, boldogság, az
bizottság, az, hogy szólsz hozzád, és egyáltalán az, hogy gondolsz rád. Eljöttél, emberi lettél, hogy mindenkit megmenthessél. Boldogság, az, hogy alkottál, nem tudtuk róla, te ott voltál. Mindennél, mindennél, Jézus, Jézus, jobb vagy mindennél. Jobb vagy, Uram, minden helyzetben, halleluja, amikor az út oda vezet, ahol elment az én, még ott is őriz erős kezed, de nem ilyen a szív, hanem remél, és a félelmeket. Messze fúj a szeretetet, a rossz nem rettent, jót várok, mert ismer, aki megváltott, te mellettem vagy és csak hiszed, benne bízom én.
Thank you.
ott a kereszten meghaltál, minden elvégeztetett, de a sírja sem tartott fogva, hisz te mindig győztes vagy. Thank you.
még arra? Ketődik. Halleluja. Akkor következzen az azt mondják, hogy csak ember. Azt mondják, hogy a
hogy tudjuk hordozni ezt a lángot és ezt a fényt a környezetünkben. Isten áldja meg titeket, és jó étvágyat, és jó közösséget továbbra is. Amen. Foi o lugar, claro.